Ciao a tutti, ez itt a Club Maréni. A mai videóban, ahogy a címből is láthattátok, a varrás, illetve a feng shui kapcsolatáról fogok egy picit nektek beszélni, illetve saját történetet fogok elmondani, a kálváriámnak a történetét, ami most már így két hónapon keresztül húzódott, és úgy látszik, hogy a végéhez kezd érni, hál' Istennek, rájöttem, hogy mi a problémának a megoldása. Tehát erről fogok egy picit bővebben beszélni, hogy hogyan is segített nekem a feng shui kijönni ebből a majdnem, hogy depresszióhoz közeli állapotból. Tehát a történetem ott kezdődik, hogy 2020 novemberében nekem kiment a legutolsó, tehát a legújabb tanfolyamom, és ez hát egy nagyon sok időt, illetve energiát vett el tőle, elfáradtam egy picit benne, és ilyenkor én, amikor így elfáradok, akkor azt vettem magamban észre, hogy elkezdem a lakást egy picit így felfrissíteni, vagy felújítani. És ha még valaki nem hallott volna a feng shui-ról, hogy mi is ez, ezt úgy lehetne így tömören összefoglalni, nagyon lebutítva az egészet, tehát ez a térrendezésnek a művészete. Tehát ez egy tudományág, ez egy kínai tudományág. Általában az szokott az a legelső dolog így beugrani az embereknek a fejébe a feng shui-ról, hogy ja igen, hogy át kell helyezni a bútorokat egyik helyről a másikra, mert hogy a szerelem sarokba kell tenni a kis állatkákat, meg mit tudom én, hogyha szerelmet akarok bevonzani, meg hogyha több pénzt akarok, akkor a gazdagság sarokban van egy ilyen káosz az emberek fejében, de ez a bútor tologatásoknál sokkal mélyebb és izgalmasabb tudományák, hogyha valaki így belemerül. A feng shui-nak több irányzata van. Van egy olyan irányzata, ami egy ilyen bálgua térképet használ, és akkor az 9 részre osztja fel a lakásodat, és akkor minden egyes területnek, ennek a 9 területnek megvan a maga energiája. Tehát ott van a szerelemsarok, a gazdagságsarok, a bölcsességsarok, meg szóval minden egyes helynek megvan a maga kis jelentése. És általában ezt a térképet úgy kell nézni, hogy a bejárati ajtóhoz viszonyítva. Tehát, hogy megnézed, hogy hol van a bejárati ajtó, ahhoz képest felosztod a lakásodat 9 részre, és akkor ezek szerint lehet egy picit felfrissíteni, energetizálni azt a helységet, ahol éppen laksz, ahol éppen dolgozol. Én ezzel a feng shui, illetve a bágua térképpel először 12 évesen találkoztam, anya mutatott be ennek a tevékenységek, és ez úgy magával is ragadt az elején, mert hogy wow, ez mekkora jó dolog, és hogy azt hittem, hogy ha beteszek, mit tudom én, a gazdagság saromba egy pénzérmét, akkor én leszek a világ leggazdagabb embere, meg hogyha a szerelem sarokba beteszem egy páros delfint, akkor, akkor a életem végéig boldogan fogok élni felhőtlen párkapcsolatban, és hogy ezek a kis műtyürkék, ezek nekem meg fogják oldani a problémáimat. Na aztán utána évek során rájöttem, hogy ez nem így van, tehát nem a kis műtyürkék fogják megváltoztatni az én életemet, hanem tehát, hogy felfrissíted a lakásodat, illetve úgy van berendezve, hogy az a te energiádat egy kicsit átmozgassa, és azzal, hogy te egy picit felfrissíted az egyes saroknak az energiáit, vagy az egyes életterületeknek az energiáit, a megoldásokat arra a problémára, amit éppen meg szeretnél oldani, valahogy könnyebben jönnek. Tehát, hogy így egyszerűbben rálátsz bizonyos dolgokra. Na, de ez évek során, csak évekkel később jöttem rá erre a dologra, úgyhogy most így nagyon belevágtam itt a közepébe. Tehát a történetem, tehát ahogy mondtam, a probléma ott kezdődött, hogy a szépen kis berendezett kis stúdiómban átkezdtem forgatni a varrógépasztalomat, áttettem egy másik helyre a szabóasztalomat, tehát úgy minden fölborult. És esztétikailag én azt mondtam, hogy úgy nagyon, nagyon jó, ez ilyen Instagram képes, tehát hogy itt majd milyen jól tudok majd benne videókat készíteni, és hogy ez mennyire jó lesz. És a feng shui, meg általában ezek az ilyen energiával foglalkozó dolgok, ezek csak úgy később jönnek ki, tehát később mutatják ki a hatásukat. És akkor itt teltek a napok, de valahogy a videók nem jöttek, nem készítettem semmit, ugye az energiám is úgy valahova eltűnt, mint hogyha úgy elfecséreltem volna az időt, és csak itt teltek a napok, és nem készültek a dolgaim, és már nem értettem, hogy mi a probléma. És a legszörnyűbb az volt az egészben, hogy elkészítettem a tanfolyamot, a nadrág készítő tanfolyamot, és nem sikerültek a nadrágjaim. És én azt mondtam, hogy ebbe már beleőrülök, hogy itt vagyok,
tudom magamról, hogy jól dolgozom, tudom, hogy jó az a tanfolyam, amit elkészítettem, tehát szuper nadrágokat lehet vele elkészíteni, és mégsem sikerültek. És ott voltam, hogy már magamat kezdtem vádolni, hogy biztos nem jó, újra kell csinálnom a tanfolyamot, és mennyire béna vagyok, én nem tudok, én nem értek ehhez az egész dologhoz, és kár volt belevágni. És ez így 2 hónapon keresztül ezt is súlykoltam magamba, hogy én mennyire nem értek ehhez a dologhoz. Most, hogy így áttértünk 2021-be, tehát így besokaltam. Már a 25. nadrágom nem készült el, és azt mondtam, hogy ez most már így nem lehet, nem mehet tovább. Itt valami van, ami rajtam kívül befolyásol. És már arra gondoltam, hogy biztos meg vagyok átkozva, és hogy valami külső erők biztos, nem tudom, rosszat akarnak nekem, szóval így belementem minden ilyen butaságba. És egyszer csak bevillant, hogy a nehézségeim azok novemberben kezdődtek. Tehát onnantól kezdve, hogy én átforgattam itt a lakásban a dolgokat. Na most a Feng Shui-nak, ahogy mondtam, több ágazata van. Van ez a 9 életterület, tehát ez a bágóat térképes dolog, amit most ne haragudjatok, nem tudom az ilyen szak kifejezéseket, én nem vagyok ilyen Feng Shui szakértő, de viszont nagyon lelkes alkalmazója vagyok, és tapasztalatból tudok nektek beszélni, még hogyha ezeket a szak kifejezéseket nem is tudom. Tehát van ez a 9 életterületes rész, illetve van az az iskolája, ami az irányokat, tehát észak, dél, nyugat, kelet, ezeket az irányokat használja. Ugyanis a Feng Shui azt mondja, hogy minden egyes embernek a születési éve alapján van egy száma. Ez egy kua vagy gua szám, nem tudom, hogy kával vagy gével mondják-e. És ezt ki lehet számolni. Most a leírásban majd beteszek egy QA kalkulátort, ahova csak be kell írnotok az év számotokat, és akkor ki fogja adni, hogy ti milyen számmal rendelkeztek. Most ehhez a számhoz tartoznak irányok, égtájok. És ennek alapján 4 pozitív, illetve 4 negatív, tehát 4 segítő, illetve 4 gátoló irányod van. Most ahogy én megnéztem a kis szobámat, és amikor átrendeztem, én tisztában voltam azzal, hogy a varrógépem, amit áthelyeztem, az nekem nem jó irányban van. Tehát nem segítő irányban, hanem egy nagyon-nagyon gátoló irányban. És ezeknek a gátoló irányoknak mindenféle ilyen fantázia nevük van, hogy mit tudom én, a 5 szellem iránya, meg a betegség iránya, meg ilyen fantázia nevekkel vannak ellátva. Tehát a varrógépemet a totális káosz, illetve a nem tudom milyen nagyon szörnyű irányba tettem be. És amikor én ezt betettem, akkor tisztában voltam vele, hogy én ezt rossz irányba ülök, de úgy voltam vele, hogy ja, ez a Feng Shui, ez hülyeség, és nincs rá szükségem, és nem kell ez nekem, mert úgyis csak egy ilyen humbuk, és enélkül is, és, tehát hogy enélkül is jól fog működni az életem, és hogy mennyire jó lesz. Utána 2 hónap múlva, amikor láttam, hogy egyszerűen nem működnek a dolgok, és sehogy sem haladok egyik. Tehát A pontból a B-be, ahhoz, hogy én tényleg tehát ezt a kis rövid utat megtegyem, olyan köröket írtam le, hogy már magamon voltam kiakadva, hogy ennyire béna nem lehetek. Szóval így január elején, nem tudom, egy isteni sugallatra jött bennem a dolog, hogy rendezd át a szobát, ugyanis nem jó irányban ülsz. És tehát így fölbuzdulva éppen varázsban voltam, de akkor így fölálltam, és mint akit nem tudom, így kupán vertek, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor rendezzük vissza a égtájaknak, a segítő égtájaknak megfelelően a kis szobámat. De a Feng Shui azért ez sokkal több, mint egyszerű bútoroknak az áthelyezése, és hogyha ezzel kapcsolatban úgy szeretnétek jobban belemenni a témába, akkor szintén a leírásban megtaláljátok a számomra egy nagyon hiteles szakértőnek a videóit ezzel kapcsolatban, aki nagyon-nagyon szépen el fogja nektek magyarázni, hogy miről is szól ez az egész, mi a lényege, hogyan van ez az egész Feng Shui dolog, úgyhogy ezt a leírásban megtaláljátok. És neki azt hiszem minden szerdán vannak ilyen élő videói, nem csak ezzel kapcsolatban, hanem az egész ilyen mindsettel kapcsolatban, tehát hogy hogyan tudod az életedet egy picit rendezettebbé tenni, még ebben a káoszban is, ami most így az utóbbi időben van. Tehát ahogy mondtam, a Feng Shui ez azért sokkal több, mint egy egyszerű bútoroknak az áthelyezése, és azzal, hogy én összeszedtem azokat az irányokat, amik nekem segítő irányaim, tehát hogy a
Abba az irányba nézek, tehát amikor varrok, illetve a legtöbb időmet abba az irányba töltöm el, ami az én segítő irányom, eleve magamon én érzem, hogy sokkal nyugodtabb vagyok. De még, tehát ez a legszkeptikusabb embereknek is, hogyha abszolút nem hisztek ebben az egészben, és azt mondjátok, hogy ez egy ilyen hülye humbuk, semmi értelme az egésznek. Én azt mondom, hogy próbáljátok ki. Ugyanis, tehát az azért a tudomány azért már egész jól bebizonyította, hogy körülöttünk azért energiák mozognak, mi is energiából állunk, és hogyha mi energiák vagyunk, és körülöttünk energia van, akkor az miért ne hathatna egymásra? Tehát itt valami összefüggés azért tuti van itt a két dolog között. És tőlem, amikor így meg szokták kérdezni, hogy ezek az energiák, meg mit tudom én, ezek hogy működnek, akkor én egy-egy dolgot szoktam mondani nekik, hogy ott van a wifi a házadban. Azt sem látod, mégis a számítógépeden tudsz internetezni. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket a szemünkkel nem látunk, mégis ott vannak és működnek. Úgyhogy, ha a wifi működik a házban, akkor miért nem működhetne egy olyan energia, amit mondjuk így a... nem tudom, tehát így ezzel a pozitív hatását érezhetnénk magunkon. Úgyhogy, tehát nekem mindig, amikor így elkezdek így kételkedni így ezekben a dolgokban, akkor ez a wifi-s példa szokott eszembe jutni, és na, akkor így kicsit úgy elmélyedek a gondolatban, és akkor belátom, hogy lehet, hogy mégis van alapja annak, amit így mondanak itt a szakértők. Tehát átrendeztem a kis szobámat, és úgy csináltam, hogy mind a varrógépem, mind a szabóasztalom, mind a vasalóm, minden, amit én az alkotással készítek, tehát ami számomra fontos, azok abban a siker irányaiba nézzenek. Tehát úgy fordítsam az asztalomat, hogy én amikor szabok, amikor vasalok, amikor bármit csinálok, az mind a siker irányába legyen. Tehát most például, amikor nektek veszem fel ezt a videót, akkor is a siker irányába ülök, és csak dől belőlem a szó. Tehát lehet, hogyha egy másik irányba lennék, akkor rövidebb lenne ez a videó, egy kicsit káoszosabb lenne, nem jönnének úgy a gondolatok. De ez, ahogy mondtam, mint hosszú távú dolog. Tehát lehet, hogy az elején azonnal meg fogjátok tapasztalni valami kis hatását, így a placebo hatás miatt, de ahogy majd telik az idő, és egyre jobban úgy lenyugszik körülöttetek a kis helység, onnantól kezdve Valami elkezd mozdulni, valami elkezd változni a jó irányba, hogyha ezt jól rendezitek be. Na most azt tudni kell, hogy semmit nem lehet tökéletesen berendezni, tehát ezek a mostani lakások nincsenek úgy kitalálva, hogy minden helységet úgy lehessen berendezni, ahogy ezt az a nagy könyv leírja. Viszont szerintem ebben semmi rossz nincsen. Én azt tapasztaltam, tehát ahogy mondtam, azok a főbb szempontok, amiket én tudom, hogy nekem fontosak, tehát hogy a számítógépem abban az irányban legyen, ami nekem jó, az alkotó dolgaim abban az irányban legyenek, ezeket a főbb dolgokat én ezt így berendezgettem. A többi része a lakásnak pedig, ami mondjuk negatív irányok számomra, azokat pedig mondjuk olyan bútorokkal tettem, amit én nem nagyon frekventálok, vagy mit tudom, csak ott vannak, aztán jó van. Nem annyira fanatikusan mentem én ebbe az egészbe bele, hogy akkor most, mit tudom én, bármit csinálok, csak is a pozitív irányba fogok én itt ezentúl üldögélni, de amiről tudom, hogy több óra hosszát és napi szinten és minden nap ott vagyok, azok az irányok, azok nekem úgy vannak berendezve, hogy azok pozitívak legyenek. És ahogy mondtam, tehát a feng shui ez azért túlmegy a lakásnak csak az egyszerű bútor áthelyezésein, és én azt figyeltem meg, hogy a varrás, mint tevékenység, ez egy olyan dolog, ami borzasztóan felhalmoz. Tehát, hogyha megnézitek csak is azt a helységet, ahol vagytok, vagy ahol vartok, ott biztos, hogy találtok egy kupac anyagot, amit még nem készítettetek belőle semmit, és csak az ott vannak, hogy várják majd a megfelelő időt, akkor biztos, hogy találtok olyan ruhadarabokat, amiket nem fejeztetek be, csak a gomb hiányzik róla esetleg, amit föl kellene varni. Tehát így
ez egy, mondom, olyan tevékenység, én ezt saját bőrömön tapasztaltam, hogy így elkezdek felhalmozni dolgokat. Szabás mintákat csak így gyártok, aztán utána azok elkerülnek, hogy bekerülnek a dobozba, na jó van, majd lesz belőle valami, aztán utána elfelejtem, mert nem címkéztem fel, hogy mi az, és akkor ott bekerül egy másik dobozba, ami ez a titkok doboza, amiről azt se tudom, hogy mi van benne, tehát ahol már rég elvesztettem a fonalat, de meg ott vannak, és... Tehát mondom, ez egy olyan tevékenység, ahol az ember abba a hibába eshet, hogy elkezd fölhalmozni. Na most, hogyha te fölhalmozol, és ott vannak a régi dolgaid a szekrényben, meg mindenhol, akkor ha belegondolsz, hova kerül az új? Tehát nincs az újnak helye. És ez mind gondolati szinten, mind pedig a fizikai szinten érvényes, én úgy gondolom. Tehát, hogyha te egy olyan régi dolgokat nem selejtezel ki, amit már évek óta nem hordasz, és csak ott állnak és várják a nem tudom micsodát, mert tényleg nem lesz belőle soha semmi, de nincs kedved kidobni, nincs szíved kidobni, vagy nem tudom, és azok csak ott állnak és fogják a helyet és a port, csak úgy készítik. A feng shui igazából erre is nagyon jó, hogy rámutasson olyan dolgokra, hogy igenis tessék ki selejtezni azokat a dolgokat, amire már nincs szükséged, azok a dolgok pedig, amik ott várják a szebb időket, azokat pedig tessék átnézni és rendszerezni. Vagy egy listát írni róla. Én úgy szoktam, hogy megvannak azok az anyagok, amik most így várják itt majd az elkészítésnek a dolgait. És én készítek egy listát, hogy igen, ebből a, mit tudom én, lila anyagból egy nadrágot fogok készíteni, ebből hozzá készítek egy felsőt, ebből ez lesz, ebből az lesz. És akkor van egy ilyen listám. A listához vannak ilyen kis anyag mintáim, és akkor amikor átnézem a listámat, hogy jó, akkor most ezt megcsináltam, ezt nem csináltam, ebből ez lesz, ebből az lesz, akkor van egy ilyen rendszerezett kép magam előtt, és sokkal egyszerűbb lesz majd a dolgom is. Aztán persze ez a lista ez nem végleges, tehát nem kell ezt úgy venni, hogy egyszer leírtad, és az onnan szentírás, és nem változtatsz rajta. Lehet, hogy változni fog, mert a divat szerint jövő nyáron nem lesz, nem a lila nadrág lesz a menő, hanem a narancssárga, vagy mit tudom, most mondtam egy hülyeséget. De tehát ez szerint azért lehet változtatni rajta, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen fő vezérszál, ami segít abban, hogy te átlásd a dolgaidat, mi az, amire szükséged van, és mi az, ami nem, azért nagyban megsegíti a te munkádat is, és az, hogy átlásd ezt az egész káoszt, ami itt a varrás körül kialakul. Most én abban a szerencsés helyzetben vagyok, itt a lakásban, ahol most lakunk, hogy ennek a tevékenységnek, én a varrásnak egy külön szobát szentelhettem, tehát ez nem mindig volt így, amikor kezdtem, akkor a konyha asztalon vartam, és akkor fel a varrógépet, le a varrógépet, amikor ebédeltünk, aztán vissza letörölni az asztalt, hogy nehogy zsíros legyen, vagy foltos legyen a dolog, amivel éppen dolgoztam, de ez így ment, és működőképes is volt. Viszont, tehát mondom, ahogy mondtam, így most egy olyan helységet sikerült kialakítani ebben a lakásban, ami csak is a varrásról szól, illetve csak is az alkotásról. És amikor én ezt láttam, ezt a kis szobát, akkor úgy léptem be, hogy na, ez lesz akkor az a kis szentély, amit én úgy fogok berendezni, hogy ez egy olyan pozitív élményt adjon nekem is, amit utána én nektek át tudok adni. Úgyhogy én azt hiszem, ezt a feng shui témát tényleg nagyon hosszasan lehetne még így tárgyalni. Most így elővettem pár témát, ami így hirtelen az eszembe jutott. De ahogy mondtam, tehát így saját tapasztalatból ez a 2 hónap nagyon-nagyon rádöbbentett, hogy mekkora ereje van ennek az egésznek, és ha egy pici kétség is volt bennem ezzel kapcsolatban, hogy ez működik-e vagy nem, most számomra abszolút bebizonyosodott, hogy ennek hatalmas ereje van, és az az energia, ami körülöttünk van, az igenis befolyásol minket, és én úgy gondolom, hogy ha így lebontjuk ezt a kis hagymát ilyen rétegekre, akkor a lakásban, illetve a szobában, ahol ezt a kreatív dolgot végzitek, ha az egy picit pozitívan van berendezve, illetve úgy alakítjátok ki, hogy az titeket egy picit
a megfelelő hangulatba hozzon, a megfelelő energiába hozzon, akkor onnantól kezdve lehet majd a külsőbb rétegekre is ezt így kivetíteni, illetve ki is fogja vetíteni. Tehát, ahogy mondtam, ezek az energiák azért nagyon nagy hatással vannak ránk. Tehát, ahogy mondtam, ezt azért tényleg nagyon ki lehetne még bővebben fejteni, most így előjáróban ennyit, illetve egy picit megtudtatok rólam és egy-két dolgot, hogy én hogyan is viszonyulok ehhez a varráshoz. Tehát nálam a varrás az nem csak a fizikai varrást jelenti, hanem egy mentális állapotot is. Egy olyan kreatív tevékenység, ami számomra egy pozitív hangulatba hoz. És hogyha ez nincs úgy kialakítva, akkor nem is fognak úgy sikerülni a dolgaim, és én is rossz kedvű leszek, és nem mennek úgy a dolgaim, ahogy én azt szeretném, és ahogy én azt elképzeltem. Ugye persze az élet nem csak a feng shui-tól függ, tehát ahogy mondtam, nem csak azok a dolgok fognak nektek segíteni, hogyha majd elolvassátok ezeket, vagy hogyha belemerültök ebbe a 9 életterületes dologba, hogy a gazdagságotok nem csak attól fog függni, hogy milyen pénzérméket tesztek be a gazdagság sarokba. És ehhez van egy jó példám itt a végére, tehát én egyetem alatt, tehát ahogy így benne voltam ebbe a feng shui-ba is, meg mindenbe, én azt hittem, hogy ha beteszek majd a tudás sarkomba könyveket, meg mit, akkor nem kell tovább tanulnom. Tehát, hogy a feng shui az meg fogja helyettem oldani a problémáimat, és hogy mennyire boldogság lesz majd az életem, hogy anélkül, hogy én bármit is tanulnék, leülnék tanulni, anélkül majd szuper vizsgákat fogok letenni. Aztán az első vizsga megbukásomnál ez bebizonyosodott, hogy ez nem így van, tehát, hogy nem a feng shui fogja helyettem megtanulni a dolgokat. És ez így a napokban fogalmazódott meg bennem, hogy a feng shui az arra való, hogy tehát nem arra, hogy megoldja helyetted a problémát, hanem arra, hogy rávilágítson a helyes megoldásra. Tehát, hogy azzal a megoldással, ami mondjuk lejön neked egy picit, nem tudom, valahonnan, azzal könnyebben eljuss A-ból a B pontba. És én valahogy így ezzel is zárnám le ezt a videót, hogy hát ha ez a kis dolog hozzá tud segíteni benneteket, és most így túllépve a varráson, illetve a kreativitáson, az élet bármely területén, hát ha egy pici pozitív dolgot hozzá tud adni nektek ehhez a dologhoz. Úgyhogy remélem, hogy hasznos volt ez a kis dolog. A leírásban megtaláljátok a QA számotoknak a kalkulátorát, illetve azokat a videókat, amiket én így hasznosnak találok, illetve szeretek nagyon nézni. Remélem, tetszett a videó, és hasznosnak találtátok, és találkozunk a következő epizódban. Ciao.